Szeptembertől jelentős változás lépett életbe az iskolai hiányzások igazolásának módjában, ami a vármegyei iskolákat, diákokat, szülőket és persze orvosokat is érinti. Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc. Nézzük, miről lesz szó a mai adásban. Mozgás receptre már a házi orvosok is felírhatják a fizikai aktivitást. Állatvédelmi roadshow, a sóstói iskolában tartottak előadásokat a szakemberek. Fejlesztések Nagyhalászban, új bölcsőde épül, de az idősek otthona és a hivatal is megújul. Szeptembertől az EST és a Kréta rendszer összekapcsolása révén az orvosi igazolásokat ezentúl közvetlenül az iskolák kapják meg elektronikusan. Ezzel a lépés véget vet a régóta fennálló, kizárólag papír alapú gyakorlatnak, amelyben a diákoknak vagy a szülőknek személyesen kellett bemutatniuk az igazolást az iskolában. A tervek szerint ez jelentősen megkönnyíti a szülők és tanárok dolgát egyaránt. A témával kapcsolatban vendégünk a stúdióban dr. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, ifjúság és sportszakorvos. Jó napot kívánok, doktor úr, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Hát akkor a fő kérdés, hogy a szakma üdvözli-e ezt a lépést, és hogy mennyire volt nagy szükség egyáltalán erre a lépésre. Hát kezdjük akkor a hátterét, hogy önök mit tapasztaltak annó. A háttere az évekre nyúlik vissza, mondhatnám évtizedekre, mert az alapellátó gyermekorvosnak a idejét, energiájának a nagy részét lekötötte a különféle okok miatt kért igazolás. Ezek sajnos nem mindig egészséggel kapcsolatos igazolások voltak, és nagyon sajnáltuk, hogy sok mindent az orvosokkal próbálták igazolni, ez adott esetben a pedagógusokat is érinti, meg a szülőket is. Uram, bocsán, muszáj megemlíteni egy-két dolgot, mondjuk érettségére készül a gyerek, pedagógus oldalról elmentek kirándulni, ugye nem sikerült igazolni, na mennyire az orvoshoz, és az majd ad egy igazolást. Ez az egyik. A másik az, hogy nem minden egészséggel kapcsolatos hiányzás olyan, ami szoros orvosi felügyeletet igényel, vannak banális dolgok is, ami adott esetben nem igényel feltétlenül orvosi jellegű igazolást. Tehát ha a nagy forgalmú rendelést képzelünk el, akkor nagyon szomorú dolog, hogy egy jó részét azzal kell tölteni, hogy adminisztrálunk. Na most emiatt már mi évekkel korábban kezdeményeztük alapellátó orvosok, hogy ezt valahogy meg kellene oldani. Egyrészt úgy, hogy az oktatási intézmény fogadjon el a szülőtől igazolást, hogy igazoltan volt távol, mert nem olyan beteg, ami veszélyezteti, vagy nem is beteg, veszélyeztetné a közösség. Azáltal kiesik ugye az orvosi igazolás, másrészt, hogy a banális betegségek is olyanok, amit nem feltétlenül orvosi igazolással kell. Tudnék például, volt, van egy banális sérülése a gyereknek, ami nem is alapellátáshoz köthető, hanem mondjuk egy szakorvoshoz, és akkor azt mondja, pihenjen ennyi időt, és utána automatikusan mehet. Hát ugye akkor kész, pihen és automatikusan megy. De nagyon sok mindent meg lehetne erre fölhozni, viszont az igaz, hogyha akut, tehát olyan betegséggel jelentkezik, amit vissza kell kontrollálni, vissza kell ellenőrizni, és az orvos tudja, hogy mi az a gyógyulási állapot, ami után biztonsággal mehet a gyerek, egyrészt az ő egészsége, másrészt a közösségnek a veszélyeztetése nélkül, az korrekt, hogy az orvoshoz menjen és igazolja. Na most ezen könnyít ez az új rendszer, ami a bevezetőben, hogy a ESZT-t, egészségügyi szolgálati teret és a Kréta rendszert összekötötte. Ehhez azért az oktatási intézményeknek is kellett tenni a dolgukat, mert ugye csak azok a gyerekek csekkolhatók így le, hogyha fel van véve a tajszámuk, meg az adminisztrációjuk a Kréta rendszerben rendben van, és az önállóan addig működött. Ezt összekötötték, és amikor én kiadom az igazolást, akkor azt a szülő nem kap semmit, és az a pedagógus már látja, hogy igen, ott volt, nem lehet kikerülni a rendszert, nem lehet csalni, nem lehet másolni, nem lehet sinkófálni, és akkor el van intézve, és akkor azt elfogadják a korrekt hiányzásokat.
oktatásnak. Tehát végtelenül örülünk neki, üdvözöljük ezt, és biztos, hogy ha így áll hozzá az oktatás, meg egyáltalán a kormányzat, hogy a tőlünk jövő javaslatokat befogadja, akkor továbbra is finomítható egy csomó minden, ami a betegellátással kapcsolatos. Tehát akkor összességében az várható, hogy az iskolákban, illetve a nevelési intézményekben nem lesz annyi hiányzás. Tehát olyan hiányzás, ami nem megalapozott. Ez így van, mert majdnem teljesen ki fogja küszöbölni azokat, amiket kételkedünk, hogy annak valós-e a tartalma. Talán annyit azért érdemes megjegyezni, hogy én magam szerint gyakorló orvosként úgy látom, hogy még egy kicsit akadozik a rendszer, de minden kezdet így van, és talán úgy, az már még mindig általános, hogy az óvodák még nem készültek föl teljes mértékben, hogy ez működjön. Tehát ott a nagyobb adminisztráció kell, hogy az adatokat fölvigyék, de ha ez feláll, akkor csak üdvözölni tudjuk. Még azért maradjunk egy kicsikét az adminisztrációnál, mert erre kíváncsi lennék, hogy azt mondja, hogy csökkenni fog az adminisztráció, de hát ugyanúgy ezeket fel kell majd tölteni az internetre, tehát végül is marad az adminisztráció egy része. Mennyiben csökken akkor a házi orvosok feladata, avagy inkább nő? Nem, csökken. Tudnélik az a helyzet, hogy a jó orvosi programok azok úgy működnek, hogy van egy csomó lehetőség, hogyha egy adatlapot kitöltök, azt a gép automatikusan kitölti már, és nekem nem kell semmit se hozzátenni, csak mondjuk egy dátumot. Tehát egyrészt rögzítve van, bármikor visszakereshető, rögzítve van az ESZT rendszerbe, és gyakorlatilag évekre visszamenőleg ellenőrizni lehet, hogy mikor, hol, mi történt. Ez jó még az orvosnak is, meg a szülőnek is, mert uram, bocsáss, sokszor még a szülő se tudja szegény, hogy mikor, mi történt a gyerekkel, még akár hiányzás vonatkozásában is. És hát ugye tudjuk, hogy van egy kontingens, amit nem léphetnek túl a gyerekek, mert akkor évismétlés, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem. A lényeg az, hogy így korrekten számolható ez is. Van egy másik témánk, ez pedig a mozgásreceptre. Ugye, ha jól tudom, talán nyár elején hírölték meg, hogy majd létre fognak hozni egy ilyen programot. És hát Nyíregyházán is, szeptember elején Nyíregyházán is bemutatták, méghozzá az alapellátásban működő házi orvosokat is meghívták egy ilyen tájékoztatóra. Önöknek mi a véleménye erről, a mozgásreceptre programról? Szükség van-e rá? Egyáltalán, igen. Hát ebbe engedjem meg egy szubjektumot, mert egész életemben a egészséges életmód elkötelezett híve voltam, és azt hiszem nagyon sokat tettem, még magam is aktív sportolónak tekintem még mindig magamat, és hát nagyon sok itt a stúdióba vagy másút mindig nagyon sokszor került szó ez a téma. Tehát nagyon-nagyon jó programról van szó, gyakorlatilag ez már tavasszal indult ez a program, mégpedig a sok magyar orvostani életmód társaság indította ezt el. Valójában mindig szó volt erről, hogy tudnélik az emberek egészségét, az életmódjuk határozza meg elsősorban. Tehát nem az orvosi ellátás, nem a környezet, mind befolyásolja, de az maga az életmód a legdöntőbb tényező. Na most ennek egy nagyon erős része a mozgás, és hogy ezt a Magyar Életmódtársaság fölkarolta, elindult egy ilyen szervezés, azért ez egy nagyszerű szervezés, és ehhez csatlakozott most a mi önkormányzatunk, aminek én személy szerint nagyon örülök, hisz én is önkormányzati képviselő vagyok, meg az Egészségügyi és Sportbizottság tagja is, és örültem, hogy itt elsőként én csatlakoztunk. Tudnék itt a Nyíregyházán már vagy 11 éve a Mozú Nyíregyháza program működik, nagyon nagyszerű és nagyon sok résztvevővel, és gyakorlatilag ehhez hozzá kapcsolódott, de biztos, hogy még bővül is. A lényeg az, hogy az orvosok, az alapellátó orvosoknak azt hiszem, hogy meghatározó szerepe van a szülőkkel, a gyerekkel való kapcsolatban, mindig jobban befolyásolható az orvos révén, mint más módon. És ezt használja ki ez a rendszer, hogy az orvos, ha fölírja azt, hogy önnek, gyereknek mozgásra van szükség, milyen mozgásra, mennyire,
és hova menjen, akkor ezt jobban figyelembe veszik a szülők, vagy maga a beteg is, és ezt igénybe veszi az önkormányzat részéről, meg megbiztosítja azt a hátteret, hogy ezt végezhesse is, ezt ingyenesen, és ott szakemberek fogják fogadni ezeket az embereket, és már a egészségügyi és bizottság, illetve az iroda ki is adott, és a köznevelési osztály, a szociális és köznevelési osztály közzeadott egy listát, amiben meg van jelölve, és minden orvos ezt megkapta, hogy mikor, milyen foglalkozásokban vehetnek részt egyenlőre. Nagyon nagyszerűen ki van találva, még most alakul, mert például én vagy két napja regisztráltam, az orvosoknak regisztrálni kell egy bizonyos felületen, és akkor ez alapján egy QR kódos vényt kap, lehetőséget, nem feltétlenül hagyományos vény, még nem tudjuk, hogy pontosan hogy néz majd ki, és ellenőrizheti majd az orvos, hogy az illető ott volt-e. Tehát fölírja neki, és ezzel a QR kóddal majd le lehet csekkolni, le lehet ellenőrizni, hogy akkor tényleg ez a mozgás megvolt-e. És azt hiszem, hogy ha egy rendszeresség ebbe beindul a betegek részéről és a gyerekek részéről, és én nagyon örültem, hogy a gyermek ellátást is bevették, éppen a Velke Imre főorvos barátom kezdeményezte országosan, hogy ők is legyenek, örülök, hogy az egész populáció, és várjuk majd az eredményt. Nagyon kíváncsiak leszünk rá. Köszönjük szépen, doktor úr, hogy itt volt nálunk. Állatvédelmi roadshow-t rendeztek pedagógusoknak a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szabó Lőrinc tagintézményében, amely a keleti régió egyetlen állatsimogatóval és növénykerttel rendelkező ökoiskolája. Intézményvezetők és pedagógusok hallgatják Koska Hedvig Dórát, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai vezetőjét, aki a háttérben látható mulinók tartalmát ismerteti, és azt, hogyan lehet az egészen kicsi gyermekek számára érdekessé és hasznossá tenni egy állatvédelmi témahetet. Azt gondolom, hogy ezért is indítottuk el az országos projektjeinket, például az állatbarát pályázatot, amin kiemelkedő teljesítményt nyújtott ez az iskola is, illetve az állatvédelmi témahetet, hiszen tudjuk, hogy nem csak ebben a régióban, de országos szinten a felelős állattartással, illetve az állatvédelemmel problémák vannak, és pontosan ezért szerettük volna a kisgyermekkorban elkezdeni ezt a fajta szemléletformálást, hiszen a magyar meke a jövő állattartója. Szerencsére a tavalyi évben több mint 250 ezer gyermeket regisztráltak a pedagógusok az állatvédelmi témahétre, és idén most már kijelenthetem, hogy több mint 230 ezer gyermeknél tartunk, úgyhogy bízom benne, hogy át fogjuk lépni a tavalyi létszámot. Mely olyan projektek vannak még, amik ezt az edukációt elősegíthetik? Egyrészt ugye már említett állatvédelmi témahét, és ehhez kapcsolódóan az állatbarát pályázat, amit szintén említettem az iskola kapcsán, hiszen ők is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak már ezen. Igyekeztünk egy olyan motivációs rendszert kidolgozni a pedagógusok részére, amivel őket, illetve a gyermekeket egyaránt, és talán még kicsit bevonva a szülőket is tudjuk motiválni abban, hogy foglalkozzanak az állatvédelem pedagógiával, hiszen ez nem csak az állatokról és nem csak a gyermekekről szól, hanem mindkettejükről. Ezek a képek már a roadshow-nak helyett a Dúsóstóhegyi iskola állatsimogatóját mutatják, amit a gyermekek szabályokhoz kötötten, de kedvükre látogathatnak. A Nyíregyházi Állatpark dolgozói szakértelmükkel segítik az intézményt és az abban zajló pedagógiai munkát. A Nyíregyházi Állatpark zoopedagógusaként tulajdonképpen azt vallom, hogy a tanterem maga a természet, és mikor igazgatónak az ötlete támadt itt az iskola igazgatójának, hogy szeretne egy állatsimogatót a Szabó Lőrinc iskolába, hát egy emberként a Nyíregyházi Állatpark csapata segítségére sietett, hiszen nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a felelős állattartást tulajdonképpen így első kézből tapasztalhatják meg a gyerekek, hiszen gondoljunk csak arra, hogy itt egy reggel úgy kezdődik, hogy bizony meg kell etetni az állatokat, és teljesen más, mint tankönyvből meglesni a különféle információkat, itt olyan dolgokkal gazdagodnak a gyermeket, amit tulajdonképpen könyvből nem tudnának megszerezni azt a tudást. Itt igazi kis gazdasszonyként vagy gazdaként akár konyhakertet művelnek, vagy pedig az állatokat etetik.
A felelős állattartásra nevelésen túl az állatsimogatónak számtalan egyéb pozitív hatása van. Alapvetően az igazolt tény, hogy a szőrterápia stresszoldó képességekkel bír, és ha valóban tényleg a mindennapokból kicsit kivonulunk itt a friss levegőn, és állatok közelében vagyunk, vagy akár egy kis konyhakertetben segítkezünk, teljesen más szellemiség alakul ki a gyermekek lelkében. Úgyhogy nagyon örülök, és ezért esett a választásom erre az iskolára, hiszen a kisfiam is most 8. osztályos. Az intézmény igazgatója elmondta, büszke arra, hogy nagyon sok gyermeket hordanak ki a belvárosból is a Sóstóhegyi intézménybe. Az állatvédelmi roadshow célja maga az állatvédelem, és az állatvédelem az állatjóital kapcsolatos információk továbbadása, az ezzel kapcsolatos népszerűsítés, és hát a képzés megvalósítani pedagógusok számára és az állatvédelmi szakemberek számára. A mi célunk az intézményben azzal, hogy az állatasszisztált oktatással és az állatokat közelebb hozzuk a gyerekekhez, a legnagyobb cél talán azt mondhatnám, hogy az a szocializációs folyamat, ami későbbiekben felnőttkorára megvalósul a gyerekeknek. Tehát egyértelmű tudományos tények bizonyítják, hogy a gyerekeknek az állatokkal történt kapcsolata, szocializációs folyamata felnőttkorban az emberekkel, a társas kapcsolata, a társam számára is tovább gyűrűzik, és egyértelmű szakmai tények bizonyítják azt, hogy aki az állatokkal kedves és jól bánik, és ezt megtanulja, felnőttkorban sokkal szociálisabb lesz, érzékeny lesz az emberekkel kapcsolatos, és ez ebből a szempontból egy óriási lehetőség számunkra, hogy ezt tovább vigyük. És mik a távolabbi célok? Az a távolabbi célunk, hogy ez bázis intézményként az egész régióban, és ne csak a saját intézményünk és az anya intézmény számára biztosítsunk ebben inspirációt és lehetőséget a gyerekek számára, hanem szólítsunk meg több iskolát, akár az ökoiskolákat, és a gyermekeket, akiket itt ezzel az állatok szeretetével kapcsolatosan ugye képzünk, és hogy ezt kialakít, ezt minél szélesebb körben tudjuk mutatni, és minél több gyereket tudjunk fogadni, és itt megtapasztalhatják ezt az érzést nálunk. Nálunk nagyon sok a zöld felület, és ezt igyekszünk is fenntartani, és hogy ugye kertet művelünk, üvegházunk van, rengeteg olyan programot állítunk össze, mert természetvédelem és a környezetvédelem jelen van. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően most már egy modern családnak alapvető beállítottsága, hogy erre figyel, és ennek megfelelően él. Így mi nálunk is úgy vesszük észre, hogy kedvelik ezeket a programokat, és egyre több szülő érkezik hozzánk gyerekeikkel, úgyhogy ebben tényleg van előrelépés. Én azt gondolom, hogy szépen növekszik az iskola létszáma. Előző évben is 2 osztályt indítottunk, most is 2 osztályt indítunk, és remélhetőleg legközelebb is újra 2 osztályt tudunk indítani. Úgy látom a jelenkezőket és az érdeklődőket, hogy ezt fent tudjuk tartani. Az állatvédelmi délutánon számtalan előadást hallgathattak meg a résztvevők, és ezáltal értesülhettek a téma újdonságairól, a köznevelési intézmények lehetőségeit illetően. Elkezdődött a bölcsöde építése Nagyhalászban. A 3 terem mellett só- és mozgásfejlesztő szoba is lesz az épületben. Az idősek otthonát és a polgármesteri hivatalt energetikailag korszerűsítik. A város központi része pedig inkubátorházzal bővül. Látványos tempóban folyik az új bölcsőde kivitelezése Nagyhalászban, hogy jövő szeptemberben 36 gyermek itt tudja kezdeni az évet. A munkálatok 2 hete kezdődtek tereprendezéssel, munkaterület körbekerítéssel, de már a sávalapot is beöntötték. 2022. 6. hóba kaptuk meg a támogatási szerződést, és most sikerült 2 hete munkaterület átadással elindítanunk a projektet. Ez az RRF fejreállítási alapból történt a támogatás, 536 millió bruttó összegben támogatják az elképzelésünket. Ez a bölcsőde 4 csoportszoba, ebből 3 ugye a gyerekek számára lesz kialakítva, illetve a 4. szoba sószoba, illetve mozgásfejlesztő szoba lesz a épületben, illetve játszóudvar kialakítása lesz még, amit tartalmaz a projekt. Jelenleg a munkálatok 2 hete elkezdődtek, a tegnapi nap folyamán talán beöntötték a sávalapot, és nagyon nagy intenzitással kezdtek neki, bízom benne, hogy akkor ez a 9 hónap, ami arra van, hogy a kivitelezés befejezzék, ez elegendő lesz, hogy jövő szeptembertől el tudják kezdeni a kicsik az évet.
Ez pedig már az idősek otthona, amit TOP Plusz pályázat keretében energetikailag újítanak fel. A TOP Plusz pályázatban önkormányzatunk nyert lehetőséget arra, hogy a hivatal épületét energetikai szempontból fel tudjuk újítani, illetve az idősek otthonában történne egy ilyen fejlesztés. Az idősek otthonában egy 49 kW-os napelem terület kialakítása lenne, illetve hőszivattyúk elhelyezése a kazánházban. Az hivatal épületébe pedig hőszivattyú, nyilászáró csere és hőszigetelés lenne, amit tartalmaz a pályázat. Ennek már egyszer megtörtént a közbeszerzési kiírása, de sajnos nem lett eredményes, így a napokban fogjuk kiírni a második fordulót, ami bízom benne, hogy sikeresen fog majd végződni. Az önkormányzat non-profit Kft.-je sikeresen indult gazdaságfejlesztési TOP Plus-os pályázaton is. Önkormányzatunknak van egy non-profit Kft.-je, amely a gazdaságfejlesztési TOP Plus-os pályázaton sikeresen pályázott. Egy ipari terület kialakítása van a pályázatban, amely 6 közművesített telephelyet fog tartalmazni, illetve egy 480 négyzetméteres csarnoknak az építését, amely a Kft. Tevékenységéhez fog majd kapcsolódni, hisz 2 évvel ezelőtt építettünk egy gyümölcslé üzemet, amelynek ő a működtetője, üzemeltetője, és akkor így a nyers almának a tárolásához is szükségeltetik ez a tároló rész. Van még egy élhető település elnevezésű pályázatunk, amely szintén TOP Plusz irányába adtunk be, amelyet megkaptuk az értesítést júliusban, hogy nyert a pályázatunk, és októberre ígérték, hogy támogatási szerződést tudunk kötni. Ennek a tartalma jelentősen hozzájárul a városképünknek a javításához, szépítéséhez, hisz van benne egy kereskedelmi inkubátorház, ahol üzleteket lehet kialakítani, illetve közösségi teret tartalmaz. 4 közpark megújítása és egy legforgalmasabb József Attila úton, Nagyhalászban a legforgalmasabb útnak a út mellett egy kerékpársáv kialakítása. Szintén egy előrelépés, a Baromfi Kóp egy telephelyet létesít Nagyhalászban, egy 12 ólos Baromfi telepet indítottak el, amelynek a kivitelezése elkezdődött, és bízom benne, hogy azt szerintem az éven el is fogják, be is fejezik, és elindul majd a termelés ezen a területen is. Az elmúlt év nagy sikere után idén is több száz fiatal látogathatott ki a Szakma Festre. A rendezvény egy remek lehetőség a pályaválasztás előtt állóknak. Az eseményre kitelepültek a Vármegye szakképzésért felelős intézményei, valamint azok a cégek és vállalkozások, akik foglalkoztatóként vannak jelen a munkaerőpiacon. Minden, ami szakma. Ez volt a jelmondata az idei Szakmafestnek, amely számtalan lehetőséget kínált azok számára, akik egy helyen és első kézből szeretnének informálódni a továbbtanulási lehetőségeiket illetően. Már a megnyitót megelőzően megtelt a Kossuth tér. A fesztivált a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium flashmobja nyitotta meg. A szakképzésért felelős helyettes államtitkár mondandójában azt részletezte, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyeket a szakképzési rendszer nyújt a fiatalok számára. Az, hogy egyre többen választják a szakképzést, valóban így van, de miért is? Hát talán azért, mert egy minőségi oktatást ad. Olyannyira ad minőségi oktatást, hogy ma már a felsőoktatásba a szakképzettek végzett 20%-át gyakorlatilag felvették. Mert őnekik ez volt az álmuk, hogy mérnökök legyenek, technikusból mérnök. Gyakorlatilag így a technikum, a mérnök képzés előszobája kezd válni, és ez a célunk, ez volt a szándékunk. De rettentő sokféle szakmát ad a szakképzés, és ez a színesség, amit visszaadott a tánc,
visszaadnak ezek a különböző kiállítók, amit itt gyakorlatilag látni lehet. De a szakképzés ad ösztöndíjat, ami nem egy utolsó dolog. A szakképzés ad mintegy 178 alapszakmára képzettséget, mind technikumban, mind szakképzőben, vagyis olyan foglalkozási lehetőséget, amely biztos alapokat fog teremteni saját maga, illetve családjának a fenntartásához is majd. Hát mindenképpen érdemes körülnézni, és mindenképpen érdemes elmélázni, hogy most 4 évet eltöltök egy gimnáziumba, és azon gondolkodom, hogy mi leszek, vagy választok egy ágazatot, hiszen szakmát még nem választunk, csak ágazatot, megismerek munkaköröket, szakmákat, és úgy fogok majd szakmát választani, hogy egy kicsit segítenek ebben. Hát ezt a segítséget már a szakképzésben mindenki megkaphatja. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke a munka fontosságát emelte ki a vármegye vonatkozásában. Nincsenek olyan nyersanyagaink, amikre a gazdagságukat építhetnénk. Nincsen olajunk, nincsenek fémeink. Mi Magyarország és különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a munkájára, a tehetségére, az akaratára tudja építeni a jövőjét. Ebben szövetségeseink a szakmát tanuló, választó fiatalok, a munkás életkorban lévők mellett, hiszen a jövő az rajtuk múlik. Ezért is nagyon fontos, hogy milyen szakmát választanak, milyen szakmai kínálatot tudunk nekik adni, milyen jövőképet tudunk biztosítani. Ugyanakkor viszont a munka, a szakma nem csak pénzkereset, hanem boldogságforrás jó esetben, hobbi lehet, olyan tevékenység, ami elégedettséget is okoz az embernek. Számtalan sátor és rengeteg kiállító színesítette a programot. Alapvetően azt gondolom, hogy amiért itt nagyon fontos a szakmafesznek a szellemiségét egy kicsit keretbe rendezni, az az, hogy ez egy olyan összefogásnak az egyik lényege, az egyik programeleme, ami főként nagy foglalkoztatóknak az összefogásaként, de nem csak az ő tevékenységük kapcsán, hanem a városvezetés, a kormányhivatal, az oktatási intézmények, mint a szakképzési centrum, az egyetem, a gimnáziumok, a tankerülethez tartozó gimnáziumok, és még sok olyan más intézmény összefogásából jött össze, akiknek valóban az a célja, hogy a munkaerőpiacot olyan irányba tudjuk terelni, amikor hatunk és pozitív irányba hatunk. A Szakmafest ennek az összefogásnak a terveink között szereplő egyik emblematikus, de az egyik eseménye, és ez valóban arról szól, hogy itt mindenki, aki tudja inspirálni, képes arra, hogy motiválja a fiatalokat, képes arra, hogy inspirációt nyújtson nekik, legyenek itt egy nap, egy helyen, és azt gondolom, hogy ez a rengeteg több ezer fiatal, ha nagyon jól csináljuk, és ezt jól kell csinálni, azt gondolom, valóban elgondolkodhat azon, hogy mi is az, amit a város, vagy éppen a megye tud neki kínálni a pályaválasztása kapcsán, vagy éppen a további karrierje kapcsán majd a jövőben. Vannak kihívásai annak most 2024-ben, hogy jó munkaerőt találjon egy cég, és azt megtartsa? Nagyon érdekes, hogy kihívásaink eddig is voltak. Akkor, amikor nagyon-nagyon sokan kerestek munkát sok-sok évvel ezelőtt, most is keresnek emberek munkát, de tulajdonképpen megfordult már a helyzet. Igazán már a foglalkoztatók, nagy foglalkoztatók, de a KKV-k és a kisvállalkozások is tulajdonképpen versenyeznek azért, hogy azokat a tehetséges fiatalokat, vagy éppen leendő munkavállalókat meg tudják szólítani, a saját cégükön belül tudják köszönteni, ami most már nem magától értetődő. Ezért is nagyon fontos, hatványozottan fontos már az a fajta gondolkodás, hogy a nagy foglalkoztatók főként, de remélhetőleg húzzuk a többi foglalkoztatótól is, egyre aktívabban szálljanak be abba a fajta inspiratív tevékenységbe, ami valóban kézzelfogható kell, hogy legyen, hogy a fiatalokat tudjuk impresszálni, és meghívni, behívni, invitálni a cégekhez, a vállalatokhoz. Mert amit itt látunk, a Szakmafest, az úgy lehet elképzelni, mint egy fesztivál. Én azt gondolom, hogy sokkal jobban megérinti a fiatalokat, mint olyan jellegű rendezvények, ahol tulajdonképpen eléggé elszigetelten megjelenünk munkáltatóként, ők eljönnek, ránk néznek, és aztán kimegyünk. Ez teljesen más. Itt az ő nyelvükön, az ő filozófiájuk szerint igyekszünk nekik olyan jellegű dolgokat mutatni, ami valóban inspiratív, és hadd említsek meg még egy dolgot, azon túl, hogy itt láthatunk nagyon sok foglalkoztatót, meg annyi gyár,
az idén is, mint ahogy egyébként az elmúlt évben kinyitotta a kapuit, ami azt gondolom szintén egyedülálló az országban, kezdeményezésként, munkáltatóknak az összefogásaként, és invitálunk sok száz fiatal, sok száz gyereket arra, hogy bejöjjenek hozzánk, ezáltal megmutatva nekik azt, hogy milyen ott az élet, mi az, amit egyébként ott el tudnak képzelni, hogyan kell ott élni, hogyan lehet ott élni, hogyan képzelhetik el a jövőjüket adott esetben bármelyik nyíregyházi gyárban. Rögtönzött bemutatókat láthattak a fiatalok, és feltehették kérdéseiket azoknak, akik már az általuk érdekesnek talált ágazatokban találták meg számításukat. Itt az előbb ugye fiúkat láttunk küzdeni, úgyhogy talán meglepő is, hogy egy lány áll velem szemben egyenruhában. Miért választottad ezt a szakmát? Hová jársz? Hol töltöd a mindennapjaidat? És egyébként hogy fogadták otthon? Először is a nyíregyházi NSC Tiszavasvári szakképzőiskolába járok, ahol már 11-es vagyok, ilyen rendészeti ágazat, és 5 éves az a szakma, technikumos és érettségit adó, 10-ben pedig van ágazati vizsga is. Először otthon egyébként ezt nagyon furcsán fogadták, azt mondták, hogy ez ilyen fiú szakma, idézőjelben, de mindig vonzott ez a szakma, és szerintem nem számít, hogy lány vagy a fiú, hogyha szeretnéd védeni a hazádat, meg hogyha fontos számodra ez, akkor nyugodtan jöhet egyébként bárki is ide. Nehéz egy picit, de meg kell érte dolgozni, és megéri nagyon. Még elképzelésem nincsen, hogy mi szeretnék lenni, de már iskola van. Elképzelés. Hát, vagy a bánkiba szeretnék menni, vagy Nyírejre, az Rényi Ilona két tannyelvű iskolába. És miért ez a kettő? Hát az Rényi Ilona azért, mert szeretem a nyelvet tanulni, és szeretem is a nyelvet. A bánki meg azért, mert például van ott egy olyan szakma, ami érdekel engem, például az ilyen összerakós, a gépészmérnök, az engem érdekel, mert ahhoz van rajzolással kapcsolat, és én szeretek rajzolni. A szüleid segítenek, vagy a tanáraid abban, hogy milyen pályán indulj el? Igen. Segítenek, nagyon, nagyon segítenek. Otthon is szoktunk gondolkodni, meg iskolába is. Szeretem a biológiát is, ezért arra is van elképzelésem, de inkább a nyelv. Mai 35 perc című műsorunk véget ért, köszönjük a figyelmüket. Jövő héten jelentkezünk legközelebb 35 perccel, viszontlátásra!